Szinte minden emberbe sikeresen beköltöztünk. A földért folytatott harc lassan véget ér. Bármelyik pillanatban megszállhatnak, de még mindig vannak elszigetelt ellenálló csoportok. Olvastam ennek a könyv változatát, ami előbb jelent meg, és engem nagyon elvarázsolt és elbűvölt. Én nekem ez a kedvenc könyvem igazából, és amikor az előző ilyen premiéres moziról jöttünk ki, akkor láttam meg, és így egy kicsit megálltam, és akkor leesett, hogy ez micsoda valójában, és nagyon örültem neki, hogy utána végül is hívtak most ide is. Nagyon kíváncsi vagyok erre a filmre, mivel megnéztem az előzetest, és számomra nagyon jó a könyvet, még bevallom, nem olvastam. De ha jó, a film elfogom. Tehát, hogy ez ilyen, most úgy csinálom, hogy megnézem a filmet és olvasom a könyvet. Most átálltam erre. Én nagyon vártam már ezt a filmet, ugyanis az alkonyatot nagyon szeretem, és hát, hogy az alkonyat írója írta ezt a filmet is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Az emberiség jövője. Készülnek valami. Indulnunk kell. Egy lányon múlik. Elcsalom őket. Melanie, ne! Gyere velük! Inkább meghalok! Gyere vissza! Én azt gondolom, hogy a lázadás az hozzátartozik az emberhez, és mindenki lázad, nyilván mindenkinek megvannak a korszakai, meg hogy mi ellen lázad. Én is azért azt gondolom, hogy még egy lázadó korszakban vagyok, és azért bízom el, hogy még sokáig így marad, és nem leszek úgy, tehát nem megyek el a problémák mellett, illetve hogy tényleg én fontosnak tartom, hogy esetleg változtasson az ember olyan dolgokkal, ami nem jó. Én nem mondanám, hogy feltétlenül lázadó vagyok, a rossz ellen azért, tehát amit én rossznak ítélek meg az ellen, természetesen kiállok a saját javaimért és a saját igazságomért, de lázadónak azért nem mondanám magam. Lehet, hogy szerepelek benne. Lehet, hogy azt forgattam múlt év nyarán, hát valószínűleg nem, mert akkor meglátszódna a bankszámlámon. Nagyon nehéz volt először elkezdeni olvasni ezt a könyvet, és mert nehéz olvasmány egyébként, kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy oldották meg a filmbe. Az egész történet, ahogy ez a lány ilyen erősen kibírja ezeket a megpróbáltatásokat, és küzd az életéért, hogy ő ember maradhasson, ez nekem nagyon szimpatikus volt. Hú, én biztos lázadó lennék. Tuti, én nem bírnám, hogyha az agyamba így kutatnának, és akkor mindenféle más információkkal tömnék meg. Tuti, hogy lázadnék, verekednék, íjaznék, mindent csinálnék. Ez háború.